Kutya meleg volt a kora délutáni órákban a karneváli forgatagban, ennek dacára sokan sétálgattak a civil korzón, ahol mások mellett az Állatvédők Vasi Egyesülete is képviseltette magát immár negyedik alkalommal. A civil szervezet nincs egyszerű helyzetben, így minden alkalmat próbálnak megragadni, hogy tevékenységüket népszerűsítsék. Fontosnak tartjuk, hogy minél több állatunk gazdisodjon, és mivel egyre több kóborkutyánk van, ezért akiket be kell fognunk, ezért most nekiálltunk egy menhely projektnek, aminek most nagyon sok, tehát amire sok szükségünk van, például a kerítéshez, tehát sok önkéntes segítőt is várunk, akik tudnak jönni segíteni nekünk. Hatodik alkalommal települnek ki idén a civilek. A kihelyezett 26 standra 50 szervezet jut a 3 nap alatt. Ez azt jelenti, hogy a civil szervezetek részvételi száma megkétszereződött az elmúlt évekhez képest. Ennek a jelentősége az, hogy minél többet megtudjanak az emberek, milyen tevékenységgel mit lehetne csinálni, vagy az éppen a szabad idejükbe, ki az, akit esetleg érdemesnek tartanak majd a jövőben is az 1%-nak a támogatására. Tehát mi örülünk annak, hogy ez a lehetőség van. A karnevál keretein belül évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a civil korzó, amelynek standjait az önkormányzat ingyen bocsátotta a szervezetek, egyesületek rendelkezésére. Úgy vélem, hogy ez a civil korzó pedig arra hívja föl a figyelmet, hogy nem csak a felvonuláson való részvétel, hanem maguknak a civil szervezeteknek a munkájának a bemutatása is fontos. A civilek nagyon sok rétegű munkát végeznek a városunk életében, és az önkormányzat igyekszik velük a jó kapcsolatot ápolni. Nagy volt az érdeklődés pénteken a Vas megyei önkéntes centrum standjánál, ahol jelenleg is várják azokat, akik önkéntes alapon szívesen segítenének a karnevál zökkenőmentes lebonyolításában. A civil korzó mellett egy érdekességre is felfigyeltünk, 5 fiatal azzal a céllal verődött össze, hogy a karneváli forgatagban magukhoz szorítsák azokat a járókelőket, akiknek szükségük van egy baráti ölelésre. Az Egyesült Államokból induló Free Hugs, azaz ingyen ölelés elnevezésű kezdeményezés célja boldogsághormonok előcsolgatása.